Sziasztok! Én vagyok az, és ez itt egy Let's Play videó Train Simulator 2014. Na most, viszonylag kevesen tudják rólam, de én igazán szeretem a vonatokat, főleg a magyarokat, szóval ezt a játékot szerintem nekem találták ki. Megmondom őszintén, nem ez az első bepillantásom, már játszottam vele egy kicsit, kb. Olyan, mint az Eurotrack, tehát ilyen meglepően megnyugtató játék. Viszont a mai videó, ezt fogjuk csinálni. Münchenből Augsburgba magas sebességű vasút, közepesen nehéz, illetve kicsit nehéz, ezek a pöttyök jelzik a nehézséget, 45 perc, szóval ez is szép lesz. El is kezdem a egészet, hogy ne legyen baj, ne legyen olyan túl hosszú a videó azért, és azt tapasztalatból mondom, hogy ez a betöltő képernyő 30 ezer plusz-minusz 1 évig tart. Szóval addig, amíg ez a szar tölt, elmondom, hogy... Mit mondok el? Igen, hogy nem ez a, mint mondtam, nem ez az első videóm, és viszonylag van már tapasztalatom benne, tehát ez nem ilyen szerencsétlenkerős videó lesz, és fogalmam sincs igazából, hogy egyáltalán nézhető lesz ez a videó, mert hogy... Értitek, most mit nézetek ezen, hogy én itt vonatot vezetek 45 percen keresztül, de... Hát gondoltam, megpróbálom, mert hát ha még jól is... ki tud sülni az egész, vagy mi. Szóval megpróbáljuk, ha tetszett, akkor örülök, ha nem, akkor bocs. Szóval, ja, szintem akkor találkozunk, amikor betöltött. Cöcö! Na, on this dark stormy evening. Aha. Münchenből Augsburgba, és utasok meg minden. Na ez! Ice! Magas sebességű vasút. Előről, hátulról. Oh, hello, vonat a háttérbe. Wow, úgy érzem, hogy ezt élvezni fogom. Na most, ez a videó még akkor lett felvéve, amikor nem igazán van meg az új videokártyám, szóval ez még lehet, hogy... Tehát még az alacsony grafikai beállításokon tudom ezt csak futtatni, mert még nincs az új videokártyám, de majd ezt idővel. Na, akkor szintén amúgy mehetünk. Én itt kontrollálom a dolgokat, minden a legnagyobb rendben. Kis... Én már nagyon pró vagyok. Nagy gyorsúly köcsög. Most úgy látom, be kell menni Münchenig. És az 2, amúgy ott lent, ahol van az a kis emberke, az jelzi, hogy mi a következő feladatunk, és hogy az milyen messze van. A München Gleis 19, a Gleis az a vágány, tehát 19. vágány. Ez van. Kicsit közben lassítok, nehogy itt megszegjük a sebességkorlátozást. Amúgy az a nagy kör, a felső szám az a jelenlegi sebességem, az alsó kisebb szám pedig a sebességhatár. Tehát most 38-al megyek és 40 a sebességhatár. Szóval ez még 2 kilométer, szóval annyira nem érdemes rágyorsulni. Ú, de szép a hold. Wow. Ú, baszki, gyorsulunk. Kicsi fékezés talán. Igen, ez itt a fék, ez a sebesség, tehát hogy erőlem, vagy irány, előre megyek-e vagy hátra, ez pedig a energia. Te Jézus, Atya Úristen, mi ez? Hú, baszki, közben egy kicsit gyorsan megyek. Azt hiszem, találtam egy kicsike bugot. Wow, ez egy kicsit extrém. Jó, közben megnőtt a sebességhatár, szóval menjünk ki a bugos világból a felszínre. Wow, ez ijesztő volt. Jó van, random dolgok előfordulhatnak. Ja, és itt ez az alsó sáv, ez jelez mindenféle dolgokat, például ott lesz egy 30-as sebességhatár, meg azok a kis... Ó, paszki, mikor váltottál te mikor váltottál te sebességhatárt ilyen hirtelen, te kis sunyi paraszt? Ja, és most jelent meg az a kis zöld szar, a Münich Gleis 19, az lesz a állomás, ami zölddel ki van jelölve, ott kell nekünk megállni. Jól hangzik, mi? Bizony, bizony. Na, lefelé kicsit amúgy sötét, mert itt viszonylag este van már így a játékban, meg esik is, szóval a látási viszonyok az ugye most így meghaltak. Jól van. Az ott egy másik, nézzük meg. Hello! A sokkal szebb, mint az enyém, mert ilyen izé.
kacsaorb-szerű a vége. Ez meg ilyen bleh. Az meg... Értitek? Amúgy itt lassítok, mert láttam az előbb, hogy volt egy 30-as sebességhatár, az nem tudom hova tűnt, de szerintem nem el, szóval kell rá számítani. Jézusom, alig lehet látni valamit. Nagyon durva. Opa, egy kis... Ó, mi ez a hang? Jó, amúgy itt lehet körbenézni a kabinba. Wow, ez tök jól néz ki. Real life-ba is így néz ki, én már csak tudom. Ha. Nem, ilyenben még nem voltam, de mozdonyom már voltam, ami ilyen, tehát német eredetű. Azon viszont voltam. Kicsit gyorsan megyünk. Oké, jó lesz, jó lesz. És amúgy nem nagyon szerettem itt a kameraállásba baszkurálni, amúgy ezzel lehet így átülni a másik vezetőállásra, vagy nem tudom mi ez. Ó, baszki, itt a vége. Csak én azért szoktam ezt csinálni, mert ez így visszaállítja, úgyhogy középre nézek. Mert úgyhogy elnézek, és akkor nem tudom úgy visszaállítani, hogy eredetileg volt, szóval csak nyomok egy ilyet, és akkor hopp, már is előre nézek teljesen. Ahogy látom, ott a vége. Szóval talán nem ártana kicsit fékezni, hogy nehogy benne legyünk az esti híradóba, mint a másik. Most volt egy ilyen balesetom, úgyhogy azt hiszem Angliába így belement a végébe egy vonat, és meghaltak, meg füstölt, meg megsérült, meg minden, és senki nem érti, hogy ez hogy lehetett. És amúgy én sem, mert hogy ez a vasút, ez már nagyon durván biztonságos. Tehát itt már kb. Mint a repülő, hogy ilyen többszörös biztonsági eljárások vannak. Tehát hogyha ez elromlik, akkor még működik az, hogyha az is elromlik, akkor még mindig van ez. Szóval nem értem, hogy közben ezt kikapcsolhatjuk, mert már zárt tér alatt nem esik. Hú, baszki, itt a vége. Még egy picit kicentízzük, ezt most ki szeretném centízni. Még egy picikét hangyapöcsnyit még előre. Jó, megállhatunk szerintem. És akkor tével kinyitod az ajtókat, és meg kell várni, míg az a piros csík végig megy. Ha, tök jó. És akkor most átmegyünk a másik végébe, ezzel a gombbal. Ójá. Amúgy ez a lámpa annyira nem ér sokat, mert itt látjátok, itt fel van kapcsolva a lámpa, de hogyha bemegyek így kávé, semmit nem ér. Oké. Na, mindjárt felszállnak ezek a szerencsétlenek, amúgy itt, hogyha megnyomod az ötöst, akkor ez ilyen utastér. Oh. Hi. You failed to pick up passengers. Mi az, hogy failed? Felvettem őket, itt vannak. Miért hibáztam? Ez hülye. Hello. Látlak. Na, ez tök jól néz ki ez a vonat. Ilyen nem szívesen üldögélnék. Na, de mindegy, hív a kötelesség. Megyünk. Na, szóval ez a vonat igazából magas sebességű, szóval... Ha-ha-ha! Elvezni fogjuk az utat. Mindenki szereti a magas sebességet, mondjuk... Ez Magyarországon nem megszokott. Mondjuk Németországon, magas sebesség, persze, minden nap ezzel mennek, és már tökük ki van az egésszel, de Magyarországon, hogyha még egy vonat eléri a 160-at, akkor már... Mert ugye ez... Igen, MÁV, mi így szeretjük. Na, ahogy látom, ez itt egy zöld-sárga, tehát most a maximális sebesség 40, vagy 30, tudom én, Németországban mennyi a szabvány. Azt tudom, hogy Magyarországon ilyenkor 40 a szabvány, hogyha egy... Tehát ez azt jelenti, tehát azt kell tudni, hogy mindig lentről felfelé kell leolvasni ezeket, tehát először a sárgát értelmezzük, ami azt jelenti, hogy most 40-nel mész, viszont a zöld fölött azt jelenti, hogy a következő jelző az már teljesen zöld lesz, akkor már max sebesség. Hú, mit tudok? Tudok még ilyet, a 40, szóval csak igazam volt. 40-nel lehet itt menni. Zsír király. Megöljünk embereket? Á, nem kéne. Óvatosan vezetünk. Most ezt rendesen fogom csinálni. És nem úgy, mint egy rendes hülye, hogy kisiklatom, megölöm. Szétcincálom, feldarabolom, aztán megeszem, tehát így ne. Kényelembe helyezem magam közben itt a széken, mert 45 perc, az 45 perc. Kis mikrofonállítás, hogy mindenkinek kényelmes legyen, és akkor kezdődik az utazás. A Göteborgba, ahogy látom, nem is nagyon kell megállni. Tehát ott látjátok, ott lent a idő, Augsburg Hauptbahnhof mellett egy kis emberke. Na, az mutatja, hogy hol vagyunk, és még 60 km. Wow.
remélem azért nem fog tartani annyi ideig, mert ott jön a 120-as sebességkorlát, szóval... Annyira jó, hogy nem látok semmit konkrétan. Így lehet zoomolni amúgy körgővel, de ez így nem realisztikus már, hogy... Nem nagyon ismerek olyan mozdonyvezetőt, aki a szemével tud zoomolni, szóval... Csak játszunk realisztikusan. Nagyon így... Ó, már 60-nal lehet menni, ú, micsoda sebesség! Elszédülök, komolyan mondom. Zsír. Amúgy ott látszik, hogy a sebesség alatt, hogy 500 amperrel gyorsulunk, ami elég nagy mennyiségű elektromosság, most így belegondoltok, mert azért, na most hát csak 2, igen, most hát csak 2.46, mert levettem a sebességet, de azért 500 amper, mondjuk, jó, tegyük fel, hogy ez a vonat itt összesen mennyi, 600 tonna. Ó, közben lehet menni. Maximális energia. Szóval mondjuk ez 600 tonna, tegyük fel, 3, nem, annyi nincs, annyi csak nincs, 300 tonna mondjuk. És azt tudom, hogy a magyar felsővezetékekben 25 ezer volt van. Na most azt kell elképzelni, hogy a konnektorban a magyar szabvány szerint 250 volt van. És hogyha abba belenyúlsz, az is megöl. Na most ennek a százszorosa 25 ezer volt van a vasúti felsővezetékekben. Hát azért nem semmi, egy 300 tonnás vonatot 120-szal elvontatni. Kell is annyi energia, de... Ez nagyszerű emberek. Nem tudom, hogy ez miért nyűgöz le engem ennyire, mert gyerekkorom óta szerettem a vasutat, de nem tudom, ez valamiért lenyűgöz, hogy minden nagy, vasúton minden nagy. Nagy feszültség, nagy teher, nehezen megállítható, életveszélyes, odafigyelsz, meghalsz. Nem tudom, szeretem, mert ilyen glorious az egész, közben még mehetünk, mert 120. Ahogy látom a jelző, zöld-zöld, szóval nem kell aggódni semmi miatt, maximális sebesség. Hú, baszki, ott egy 90-es sebesség, hát most veszem észre, szóval annyira még ne szálljon el alulunk a ló. Sőt, még fékezni is kell. Jól van, jól van. Annyira jó, hogy nem látom a pályát konkrétan, mert olyan furcsa az idő, mint úgy néz ki, mintha apokalipszis épp most készülne. Nem is tudom elindulni, elkezdődni. Ott izé, mint a atombombanás, szép, a bombát is akartam mondani egyszerre, meg a robbanást is, ebből lett bombanás. Szóval atomrobbanás itt történt volna, és most egy porfelhő száll fel. Viszont ahogy látom, az ott zöld és sárga, az ott mindig az előjelzés jelenti, tehát ez az alsó, ez a következő jelzőre való előjelzés. És a két sárga az azt jelenti, hogy a következő az bizony vörös lesz. Következő meg, ahogy látom, itt van, ez másfél kilométerre körülbelül. Szóval a következő az piros lesz, ott meg kell majd állnunk. Hoppá! Miket tud a szivacs? Wow! Tök jó vagyok, nem? Kicsit gáz, nem baj. Szóval egy kicsit most azért fékezni kell. Sőt, 60-nal megyünk, és már csak fél kilométer, szóval... Igen, kicsit fékezni kéne. Ezt amúgy írták, hogy olvastam a leírásba, hogy itt lesz ilyen, hogy előttem van egy vonat és kapok majd pirosakat. Jól van. Az előbb akartam valamit. Mi volt az? Ja igen, hogy ez a videó nem tudom mikor fog felkerülni, de igyekszem minél hamarabb feltolni, hogy a információk azért nagyjából frissek legyenek. De... Szervezek egy... Lelőjem le a poént? Hát lelövöm a poént. Hogyha valaki idáig kibírta épésszel, akkor szerintem megérdemli, hogy elmondjak neki egy poént. Tervezek, már nagyon régóta tervezek amúgy egy podcastet tartani. Csak eddig úgy voltam vele, hogy értitek, tehát én... a podcast az egy nehéz műfaj, mert egy órán keresztül beszélni kell olyan dolgokról, amik le is kötik a nézőt per hallgatót. Mert én személy szerint amúgy elég sok podcastet nézek, inkább hallgatok, mert podcastet hallgatni kell. Közben ott a piros, megállunk szépen. Remélem nem fog sokáig tartani, mert azért 45 perc. Szóval... hallgatok podcastet, mint mondtam a régi Minecraft videómban is megemlítettem, hogy hallgatok Chef podcastet.
és hallgatom Kaveriéknek a podcastjét, ami néha szokott lenni, konkrétan kentenként. És gondolkozok már nagyon régóta, jó, az itt jó lesz, megállunk. Szóval nagyon régóta gondolkozok már, hogy egy saját podcastet is csinálok, és ha bejön a műfaj, akkor csinálunk még, ha nem jön be, akkor hagyom a francba, de kipróbálni mindenféleképpen megérni. Na, ezt nézzétek, tök jó. Szóval kipróbálni mindenféleképpen megérni, és építem a struktúráját. Hú, ez nehéz szó volt, erre rá kellett készülnöm. Struktúráját építem már nagyon régóta, és azt hiszem már nagyjából megvan az a témák, amiről tudnék beszélni. És beszerveztem, képzeljétek el, meghívtam Kaverit egy ilyen podcastbe, mert hogy ő mégiscsak jobban ért hozzá, értitek, mert ő, meg vele is vele lehet beszélni normálisan. Szóval írtam neki egy üzenetet, és azt mondta, hogy persze, miért ne. És most az időpont még megbeszélés alatt áll, de ha minden jól megy, akkor a, hát nem közeli, de nem is távoli jövőben lesz egy podcast Kaverivel. Még nem tudom én se a részleteket, de tervezzük, tervezés alatt áll. Szóval, ja, talán erre lehet számítani. Én amúgy, mint mondtam, imádok podcasteket hallgatni, mert közben Eurotrackot szoktam amúgy vezetni, vagy ezt csinálni, tehát vagy traktort, vagy traktort, szép, városi paraszt, vagy kamiont, vagy vonatot vezetek közben, mi közben hallgatom. Menjünk már! Na. Szóval én mostanában szoktam rá amúgy a podcastek hallgatására, de nagyon bejön a műfaj. Közben addig vizsgáljuk már meg ezt, hogy ez itt, ezt tudom mi, ez itt a felső vezetékfeszültség, ez a fék, talán, igen, az a fék, ez itt a fék, ez pedig a, ez itt, a throttle, nem tudom magyarul, oké, közben itt kaptunk egy sárgát, jó, mehetünk, teljes közel előre, wow, zsír, micsoda élet zajlik itt. Szóval lehet, hogy lesz egy podcast. Nem tudom. Amúgy még amit szeretek csinálni amit még szeretek csinálni vonat per kamionvezetés közben, az a zenehallgatás. Bár azt annyira nem. Inkább podcastet hallgatok közben, mert zenét hallgatni akkor szoktam mondjuk, amikor Minecraft-be felvételen kívül bányászok. Akkor az nagyon jól tud esni, vagy egy nap után, egy nehéz nap után leülök és meghallgatom a kedvenc számaimat, az tök jó tud lenni. Én imádom a zenét, szóval én olyan vagyok, hogyha találok egy jó számot, akkor nem tudom miért, de az a természetem, hogy azt a számot minél több emberrel meg kell, hogy osztjam, mert hogy ez annyira király, hogy nem lehet róla nem tudni. Szóval én ilyen vagyok. Most ami a nagyon kedvenceim, az a Within Temptation től van két szám, amit most nagyon, az a egyik a Shard in the Dark, a másik a Shine, illetve a Set the World on Fire, ami mostanában az ott, szerintem ez a sárga, lehet, hogy rosszul látom, de szerintem ez egy sárga, szóval mehetünk. Szóval ezeket a számokat szerintem berakom majd a most már zöld. Szóval berakom majd a leírásba, mert mint mondtam, minden több emberrel szeretném megosztani, mert egyszerűen annyira király, és én imádom őket hallgatni. Szóval a három kedvenc számom a leírásba valószínűleg. Remélem nem felejtem el, hát csak nem felejtem el, nem vagyok én olyan tirpák. És akkor mondjátok el a véleményeteket, légy szíves, azokra a számokra, mert kíváncsi vagyok rá. Közben itt ott jön egy 200-as sebességhatár, szóval wow, rock and roll bitches, mindjárt. Viszont itt jön egy 160, most csak 100-zal lehet. Alakul, Németország azért tud valamit, tehát ez be kell látni. Ők tudják, hogy kell vasutat építeni. Most van ez a japán vasút, ez a maglev, nem tudom ki hallott róla, ez a mágneses lebegtetési vasút, ami tulajdonképpen annyi, hogy a... annyit tud, hogy
a vonat azt tulajdonképpen lebegi a sín fölött, mert kihasználják a mágneses töltés. Tehát ellentétes, nem pont az, hogy megegyező töltés van a sínen is, meg ugyanolyan töltés van a vonat alján is, és ezért taszítja egymást, és így lebeg az egész vonat, és akkor így tud menni így 600-zal, vagy mit tudom én mennyivel igazából. Na most az a véleményem arról, hogy a... Mi a bajod? Szóval az a véleményem erről, hogy az már nem vonat. Tehát én azokat a vonatokat szeretem, ami ez. Tehát így sinen megy, 200-zal maximum, és hallod azt a tipikus... Mi van? Ne dudu. Szóval hallod azt a tipikus hangot. Na az a vonat, az ami már egy 600-zal is... Ennyit hallasz, amikor elmegy. Tehát így kb. Az a vonat annyit tud, hogy így állsz a mezőn, és egyszer csak VAH! És ez volt az, elment a francba. Szóval az már nem vonat, az nem szeretem. Na, mondjuk nem kell attól tartanom, hogy Magyarországon ilyen egyhamar lesz. Ja. Szóval ja, de az egy dolog, hogy gyors, de... nem szeretem. Ez, amit most vezetek, az egy vonat. Ez király. De az már nem annyira. Közben itt lehet menni 200-zal, te Jézus Atya Úristen, abba már... Az hátra fújja a hajat, ha kidugod a fejed, szóval... Ez már egész durva. És akkor itt most tulajdonképpen feltolom a sebességet 200-ig, és meg se állok Augsburg Hauptbahnhof első vágányáig. Az akkor nagyon izgalmasnak ígérkezik. Amúgy sokan, amikor így vezetek, így bejönnek a családtagok, és akkor így ránéznek, így látják, hogy vonatot vezetek, és akkor így... Megkérdezik, hogy mit lehet ebbe elvezni. Tehát így tényleg semmit nem csinál, csak feltolod most jelenleg maxig, és akkor így nézelődsz. Én nem tudom miért, de én ezt élvezem. Tök jó megnyugtató, hogy tanulás után vagy nem tudom. Amúgy a szimulátor játékokról csak annyit, hogy nagyon sok rossz van. Jézusom, na ez már egy sebesség. Közben kicsit levesszük a throttle. Nem is tudom, mi a sebesség adó. Nem tudom tényleg mi ez. Nézzük már meg, mit lát a kedves utas. Fal. Szép. Vad. Ez meg mi? Train derailment due to... Oké, és akkor... Most ez error? Gyönyörű. Komolyan mondom, ez gyönyörű. Na mindegy. Hát akkor ez volt a Train Simulator. Nem tudom, mi volt ez. De... Hát ez jó lett volna végigvenni. Na mindegy, hát... Mondtam valamit talán? Nem tudom, mindegy. Szóval ez a Train Simulator fent van Steamen, most akciós. Ha szereted a vonatokat, akkor ez neked való, az egy nagyon élethű. És olyan érzésed van tényleg, mintha vonatot vezetnél. Tehát tök jó, a lendület is megvan oldva, a fékúttávolság is jó nagy. Szóval tényleg olyan, mintha egy igazi vonatot vezetnél. Olyan az érzése az egész játéknak. Ez nem tudom, mi volt mondjuk itt a végén. Egy random error. De mindegy, hát megmutattam. Szóval ez egy eredmény. Még mondjuk annyit csinálhatnánk, hogy vezetni még egyet talán. Hát... Itt ilyen hosszúak vannak az, szóval itt egy 30 perces. Az is elég hosszú. Hát nem. Ezek training. Jézusom. Ki az az állat, aki 215 percen keresztül? Na mindegy. Szóval, ja, Train Simulator. Lehet, hogy lesz... Tudjátok mit? Ha szeretnétek még videót, akkor írjátok meg a leírásba. Talán akkor végig is tudok csinálni egyet. Vagy itt van ez a... Quick Drive, amikor te mondod meg, hogy... mivel mész, honnan mész, milyen körülmények között, szóval ezzel is lehet variálni. Hogy itt hova megyek, meg mi, szóval... vannak itt lehetőségek, szóval írjátok meg, ha szeretnétek még Train Simulator videókat. És hát ez egy kicsit érdekes volt. Mindegy, köszönöm a figyelmet, sziasztok!